Most akkor újra én indokos lejelállam. Azért összelek újra, hogy milyenre ketten. Mert képzeljék el, eljött a nagy nap. És most fogunk menni Balatonra, képzeljék el uraim. Megmondom a pontos időt, hogy hány óra van. Oké, uraim, várjanak, megmondom a pontos időt. Most éppen bejönjünk a nagy szobába, és megmondom, hogy 4 óra 31 perc van. Elviszünk a tomagot, hogy viszünk kaját, viszünk ételt, és ezt apám egy tegnap, bevásárolt, hát nem bevásárolt, hanem feltöltötte a tankot. Összesen 19,37 liter töltött fel rajta. Tankot, hogy ülőjön, most megyünk a Balatonra. Kocsival, ott is fogom önöket tudósítani, a kocsiban is. Vettem bele elemeket a Magnumba. Ilyen bébi elemek kellenek bele, vettem bele elemet. Most megyünk. Balatonra, uraim. Kocsibus találkozom még, ott van már reggel, ez a reggelit, azt felveszem, ebéd felveszem. Úgy lesz is, 90 perces között eltaktam bele. Még van ezen kívül is. 5 darab kazetta. 90 perc, elég lesz kocsiban. Bőven is. Na. Én ez van. Helyzem be a szobába. Nincs itt senki, azt hittem, hogy van valaki. Nem mondom, ez lesz a Balatonon. Balatonon még fogunk fürödni, megtettek a gumimadracot, elvittek a gumimadracot. Ott volt még a gumimadrac. Nagyon érdekes dolgok volna tudni a kocsiba, uraim. Ott volt már a gumimadrac. Benn volt a kocsiba a gumimadrac. Meg benn van az én madracom. Meg benne van a belső, a csónakom. És egy ilyen nagy laszti, remélem, csak jó idő kell. Megöltem a kocsimat is elviszem. Így játszani, mert jól lehet játszani. Kocsiba. Most a kurva, hogy miért vagyok itt az aulába. Ez itt a bérház. Lépcsőház, itt van uraim. Megyünk ki szépen. Most éppen az udvaron megyünk. Papucsba vagyok. Viszont kicsit az eső. Látszik is, ez sajnos a padlón, hogy esik. Sajnos, igen, elmondom a tomagosi, mindig esik az eső a fára, nagyon kell vigyázni, az ember nagy valamiba leesít, ebben a sárba, most belül a kocsiba, megmondtam anyáméknak, hogy már mindjárt jövök, majd én benne ülök a kocsiba, uraim, anyáméknak, ne félnek, uraim, megmondtam anyáiknak, most üljünk be a kocsiba, most benne ülök apának a helyén, most csukjuk be a kocsit. Na, uraim, itt vagyunk egy a kocsiba, be vagyunk csukva. Első dolog, amit fogunk csinálni, hanem be fogunk tekerni ezt az észart, betekerjük, hogy 900, lemérjük, összesen hány kilométert mentünk. Ebből azt is megmondom, hány kilométert mentünk, kapcsoljuk be először a magnót, mert a magnó megy. Gondol, tessem, uraim! Hát a rajzi! Hú, ember! Te eljött nézzen! Leszapod a faszkos, leszapod a gecit! Szapod már nagy gec! Van anyádat! Na, hú, ennyi elég volt, hogy nem bömböttésből, nem most... Nem most kapcsoljuk ki a rád a magnót. Kiadja. Ez az egyes. Az egyes. Kettes. Fű! Mocskos geci. Apám éppen csinálja meg a izét. Ezt tudom, hogy fúj. Olyan húcsak van. Ez a hármas. Elég szor a négyes, állítsuk be. Ott van egy, az kész. Vajnak uraim! Ez a gecit nem lehet beállítani, fasz kalab gecit, faszt. Tudom, mit adók vannak ezen. Jó, ez az is. Baszunk bele. Ezt különbözőm, hogy eldetök mindegy.
Tök mindegy, ez olyan, mint a fasz mindegy. Hé, ez egyes volt. Ilyen mindegy, akkor rakjuk be a izét. Kézzel különbenek olyan jó különlegessége, az a különlegessége, levesztem a erősséget. Leveszem az erősséget, de utána leveszem ezt, leveszem most tompa. Most erős, tompa, legalább akkor diszkózom. Ha elkúrva jön kicsit zörög, becseg. Utána pedig rányomom, élesed, dobog, recseg. És az a jobb a kazettál, hogyha benyomod, akkor meg lehet folytani a másik oldalra. Jó, megnyomtam. A megoldás, de odaadom, összekod. Ez egy faszupás is mindent oda. Nem kell egy négyet csókot adni, érte? Bőrülje fasz. Uraim, 4 óra 57 perc. Ha mindig mondom az időt, oké uraim? 5 perc múlva jelentkezek, addig szopják a faszt. De gyűzűve, de sütelemre. Mert a oroszlán gorilla, makákó! Mámusz nyelmajom kenyérfa, kókusz geci. Nem, fekete geci, szopod a fasz. Hé, megcsináltam a kocsit kézzékről, hogy mit fog hátulni. Három ilyen geciség van benne. Mi ez? Hangszóró. Három ilyen fasz hangszóró van benne. Mind a három tiszta ül. Ma megyünk ma uraim képzni kompon. Azt ki nem hagyjuk azt a geci felvételt. Megyünk kompon. Én még nem voltam kompon. Biztos kurva jó. Jaj, talangosim, he! Talangosim éppen izé van. Kutya! De van még béka, ufó, macska, csirke, dinó, kutya, koala, pingvin, hal, madár. Egy csomó van még a túlajon ilyen nyomorékot. De átfazzik a macska nyomorékája, hallá, meg ezeké. De ura uraim, mindjárt nem akarom lemegölni, mert ez a 95-es kazettán van csak, de hát nagyon sok ráfér a geci kazettára. Hallgassák ezt a kurva jó számot. Ne. Folytsuk meg a kazettát uraim. Very to the nini bullshit. Sweetest, bazd meg. Kösz meg, bazd meg. Uraim, itt szuper felvétel, egy alatúr első, nem vagyunk, nem profi első vagyunk, basszus kocsi. Hey! Ki van nyitva az ajtó? Kacs és olyan buzarás, kivittem vele tegnap üzét, sétatott meg kutyáját, most olyan hülye gyerek, mert most azért, azt itt szórakozik ez a kis geci kutyá, nem tudom, hogy az eredeti ilyen, szerintem az hamisítvány. Haha, nem uraim, addig hallgatom a rádiót, addig uraim diszkóznak. Baszoltok meg! Kussolj már be! He! Pont 5 óra van! Kereken 5! El aztán! Pont 5 van, én bácsó, eh? Oh, mamma mia! Volák oltán! Hallják ezt a kurva jó zenét? Ha miért buziz a zene, bazd meg? Ez egy csopee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 
Te, Mr. Hoverbear! Lesz a faszomban mindjárt, jó lesz reggel! Olyan lesz, hogy most elfelejtjük, hogy a kocsiba vagyunk, ulaj! Tehát háromszor fog felvenni a kocsiba, tehát lesz egy izé. Értem be az még a kocsiba, lesz egy dörgés, hogy tudom, amikor csipogat a magosi! Már nem olyan, bazd meg! Éhes ez a dög! Le kéne váltani! Éhes ez a hülye buzi dög! 5 óra 1 perc! Na hát tudani, már 1 percet beszélünk! Milyen jó! Ugye milyen jó? Érdekes nagyon! Rende érnek a csendben a szívet! Ó, de romantikus buszis geci! Hallok már, hogy ezt a gerius hagyok! Rizsia, rende víz! Rizsia a rádió! Apáim már készülődnek, uraim, elhúzom a csíkot, ez van itt máma. Ott egy kocsi, bazd meg. Nagy telepjáró, he. Ez mi?
Ott a nagy kosi hely, ott az, az a kék. FM. Nagy kék, 4x4-es geci. Nagy kék, lehet, hogy ezt olyan vasztig kell neki borzni, hogy betpusna a macskát a földbe egészbe. De nem, még a farkas elúgnak ki róla. Nagy, az, ott elő van két személy, van hátulsó lámpa és olyan világos kék. Itt van előttől mindig itt áll, egy kis műnökként, és úgy betpusna a földbe apám. Hívem, men. Hey, Mr. Hóember! Kurva anyádat, kurva anyádat, szopod a nagy fasz! Nem vagyunk egyedül, baby! Szopod a fasz, utána úgy oda leszel, anyádat is kinyomod mégis! Kurva anyád, azt is kinyomod! Rohadjál meg, ti geci! Szopod, hülye, buzi, geci, fasz! Hülye, buzi, ütelmere szopjon a fasz. Uraim, elég már, hogy ezt nem vezük az egész kazettát, uraim. Kikapcsolom, uraim, ezt nem vezük az egész kazettát. Következő, amikor megyünk, az lesz a következő, és akkor elmegyünk a programot majd akkor, oké, uraim? És akkor akkor mindegy programot felvezetni, cső. Na, akkor uraim, elindultunk. Már itt vagyunk már a polcai elágazás lesz mindjárt. Már ott voltunk a polcai elágazáson, most vegyük le ilyen híd alatt, hol majd elmenni. Ez egy busz, sárga busz, fehér kocsi előttünk. Igen, már megyünk. Igen, és várjuk az utat Balaton elé. Elé még az még 400 km, le van nullázva. Eddig, ha jól látom, 4 km-t mentünk. Kereken. Igen, nem igen, de még nem csak 4, azt mondja, hogy csak 4 km és 200 liter, most 200. Igen, annak itt ilyen bérházak, ilyen azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 emeletes bérházak vannak itt erre. Igen, itt adtak 4-en sosáig, azt mondja anya. Igen, 4 emeletes bérházak vannak, éppen erre van pingyom is pont. Igen, de kocsit most lehagytuk. Azt mondja, a rendszáma GEV 441. Itt egy kék busz, nézzük hányos. Ez a 24-es uraim repülőtér helyű park. AKD 520, nagyon messze van, már nem látom. Itt is ilyen izék vannak. Igen, azt mondja, hogy itt is egy játszótér van. Itt ilyen sorházak vannak, uraim, csak elég rossz helyen vannak. Mert ilyen elég zajos, meg boros, meg üdös. Ekkor már jó lenne, ha más helyen lenne. Én, uraim, ez van. Vegyes diszkont. Kóla. Azt mondja, hogy... Erős itt egy ilyen Audi. K-A-N 194. Most mindenhol sárgát jelez a lámpa, egyszerre villognak, még az éjszaka, ha de romantikus. Soha Leo, ez egy Skoda, márka volt, de Skoda, de Csáró, autósor. És ilyen, most elfelejünk egy ilyen hidat, csak azért nem mennek át, ez egy kocsi. Igen, megint átmegyünk itt, ilyen parasztházak vannak itt, ilyen parasztházak. Nem tudok felszerelés. Ez ilyen terméskülön állapva. Igen, és ilyen, ezek ilyen reklámok, és ilyen parasztházak vannak itt. Ezen az oldalon pedig egy ilyen gyár van. Olyan figyelj, ez a gyár. Milyen? Szementgyár. Azt mondja, szementgyár. Igen. Szementgyár. Gumi, kipufogó. Na igen. Ez olyan szép ház. Nagyon szép, biztos még alszanak benne, mert muskátni is. Mindjárt kiérünk olyan Miskolca, itt van egy mol, állomás. Le lehet tölteni. Itt egy mol kocsi, na mindegy. Igen. Menjünk. Szóval menjünk is. Ez is ez a siramba, menjünk 70-nel. Büfé. Igen, meg van itt márkaház. Ilyen sárga ház van, olyan sárga, mint a citrom. Citrom sárga parketta. Hapsiklámnak fékezni kell, mert túl lassan megy.
De valami elég fék iskolába. Dévó. És átmegyünk egy nagy hídon, uraim. Megcsináltak az utat, lássák, uraim. Tök jó lett. És ilyen világítókkal. Világítóka van rajta, uraim. Ha lehessen látni este, biztos azért. Na, uraim, tiszta ilyen keresztpálya. Úgyhogy lehetünk most már, most már kijöttünk. Átmentünk, uraim, ebből az ilyen postában, Jutiben, Szelvény, ilyen a lehetőséggel. Uraim, kijöttünk Miskolcról. Sebességben megyünk, megelőztük ezt a hapsit, akinek a háttán ilyen fa van, farakás. Itt ilyen nagy búzamező van, kicsit gazos, de hát mindegy. Úgyhogy, anya, mi lesz a program? Egyelőre. Utazás az egész nap. Na, az nagyon jó program. Erre búzamező, arra is búzamező, csak egy kicsit gazos. Ez erre néző egy kicsit gazos, másik az tisztább. Sokkal. Igen. Kérem a rom. Az M-szaknak nyilatkozz. Ne pazar oldal izét, a magnót, mert kevés olyan szalagot, mert nem lesz elég egész útra. Nem baj, pazarolom, mert azért van. Na, ha te, de már mit nyilatkozol? Na, mindegy. Na, uraim, még azt mondja, még 1271 kilométer. Nem, uraim, többit mondja volna. Na, jó, uraim, az érdekes rész, de csillék itt mennek, de most éppen leálltak. Mi az? Végsőbb beszélünk, de mindig ilyen érdekes résznél majd. Eljelentőnek. Hát ott a kurva, hogy mikor sejjáltál, most azért hívom önöket magukat, mert itt van Zsóli. Mi van? Ez egy, mindig ilyen aromásokon, mikor magukat fel fogom hívni. Azt is jön, azt mondja, hogy 52 kilométer van Miskolctól. Van itt még park is. Tiszta olyan, mint a fig. Uraim, lenne maguknak orruk, akkor lehet behérezni. Az valamilyen. Eltáll az egész szagot otthonra. Még idáig is eljön. Nem tudom, az ilyen gyógyvíz, és olyan büdös. Nagy büdös. Még mindig is ide is érezni. A mezőkövest. Már kezd csillapulni ez a bűz. Hátulunk jön egy Skoda. Egy barna Skoda. Megelőzi egy Dévó. Aki most minket is megelőz. Kb. Megy vagy 120-szal. Utána látunk kózog egy Skoda. Erdő van mellettünk. Kis zsirogösvény. És bokrok. Mellette két oldalt bokrok, kiszállott fák. Ez tiszt olyan, mint a Maugliba. Hazamegyünk, majd játszok. Két hét múlva. Ezt tízi zárójelben mondom. Két hét múlva. Jó, ez is alatt a Maugli is. Igen, itt is volt egy kis híd. Ezt megelőzött a Skoda, valahogy nehezen. De megelőzött. És hallgassan ezt a zenét. Itt egy két kamion, egy kék, egy piros, meg egy kék, meg ott van látunk ott egy barna varbur, meg dűlőutak vannak, ez a tényleg dűlőutak, de olyan dűlőutak ezek, hogy ez a beton. Nem tudja, ezek bicikliutak lennének. Anya, figyelj, amit mellette van, ezek itt nem bicikliutak? Aha. Milyen, micsoda? Akkor micsoda? De mire használják? Hát nem az, ami ott kicsi van ott, hanem ott lett. De én az. De azt mondom. Itt van, én most jól látni. Én is tudom, hogy útpatka. Azt én azt mondja az útszél az útpatkat, ki nem tudja azt.
Az bicikli út. Ezt kérték? Nem ezt kérték, hogy ez legyen? De... bicikli út, uraim! Anya, figyelj! Ez milyen falu? Nem tudom. Ez, uraim, ez a falu, nem azt mondom, hogy nem tudom. Ezért nem tudom falu. Nem tudom falu. Na, uraim, egy érdekes részre jelentkezek. Uraim, mindjárt megmondjuk a részét. Azt mondja, hogy 5 óra, 5 óra 59, tehát 6 óra, 60-nal megyünk. 56,6 kilométert mentünk. Szihalom, most elmentünk Szihalomon. Itt van itt hozt, és most rázunk egy nagyon csinos hídon. Ez már Szihalom. Ez itt egy folyó. Anya, ez milyen folyó? Egerpatak. Legyen boldog, az jó van. Csókolom. Jó napot, uraim. Anya, figyelj, ezt a fogok, hogy hívják? De megnézzük utáim utoljára. Úgy fogom dönteni, úgy fog dönteni, hogy mindegyik fogot meg fogom nézni. Vagy amit fogunk felnézni, hogy tudjuk majd, hogy utól meghallgatjuk, és tudjuk, hogy milyen faluk mennek még így. Vizékre. Ott hívják rá. És akkor mondjuk lesz majd több mint 50 ilyen falu lesz még. És akkor ezeket a falukat fel fog venni, hogy is hívják ezeket a falukat. Már itt van a végé a falunak, úgyhogy mindjárt megnézzük. Igen, nagyjából. Mindjárt megnézzük, hogy hány óra van. De, azt mondja, 77,9 kilométer, 6:18 perc, és a falu neve Kápolna. Szép kis csendes falu volt, uraim, a következő falunál találkozunk. Jó napot, uraim, igazsa jelenem. Szörnyűrugasok mellett megyünk a gépen, mint egy gyár, füstölök, és olyan tölcsír alakú, nézzük, hogy a füstje. Olyan tölcsír alakú a füstje. Nézzük meg, most mindjárt leérünk Gyöngyös, ugye? Gyöngyös lesz? Igen. Leérünk mindjárt Gyöngyösre, és ilyen gyár van itt. Ilyen nagyon szép szörnyűrugasok, most pont kizőtnek az eső. De búzamező, és még Pest, még 87 kilométer, és most 93,9 kilométert mentünk. Nézzük az órát, azt mondja, hogy várjanak, uraim, várjanak. 6 óra 30 perc van. 6 óra 30 perc van, már kb. Egy órája megyünk. Igen, búzamező van, és Gyöngyösre fogunk érni. Én uraim, itt is még már elradták, itt a búzát. Én nem akarok sokat beszélni, mert takarékoskodnom kell a búzatámmal, mert már vagy 20 percet beszéltem bőle semmit. De azért jó van. Itt is learadták, már megint. Ugye itt ilyen szép erdő van, ez is itt még a Márta marványai. Igen, ez egy ilyen vulkánikus hegység volt, képzeljük, uraim. És ez itt Gyöngyös. 95 kilométernél, vagy kb. 100 kilométernél vagy Gyöngyös. Jó napot, uraim. Következő falunál találkozunk. Uraim, most igazából ide jöttünk igazából Gyöngyösre. Uraim, szép, szörlő, és megyünk le, és itt Gyöngyös van. Uraim, most ide jöttünk. Előbb még nem jöttünk ide, nagyon szép táj van. A következő falunál találkozunk. Puntum! Elbúd, uraim! Lejártunk. Most éppen a mallba vagyunk, képzeljük, uraim. Kacsoknak ki ezt a szart, mert ez már uralmas. Oké. Uraim, 7 óra 1 perc. 130 kilométert mentünk, de most lejártunk. Nagyon jelenleg vécézni kell, és tehát lejártunk. Ebbe a mall töltőállomásba lejártunk, és itt megpihenünk egy kicsit. 130 kilométer után megelőztünk a Skodát, kb. Mentünk vagy 100-zal, vagy 100... nem is... egyetem vesznek? Móguk nagyon vesznek, persze. Nem kb. Nem 100-zal, hanem vagy 110-zal megelőztünk a Skodát. Amiket nagyon sok nevettünk is, de hülyeségen, hogy a büdös kopasz pofárat, azt mondja, hogy büdös kopasz pofárat, tegyen meg, mondjuk, fenegyen meg. Ezt akkor
Ez a most ledülött motortó elővásár, anya bement a bokorba húgyálni, úgyhogy Margitni is összehúgyálta a paplant. Nem húgyált össze Margitni a paplant, nem. Megyünk, 130 km megyünk, 130 km-ünk van, pontosan, 7 óra 2, a Tamagosin alszik, és 2, non-stop rádió, 1-es, 130 km, Gyöngyöst már elhagytuk, mert már 130 km-t mentünk, tehát kb. 30 km-re hagytuk el már Gyöngyöst. Itt hátul nagyon jól előlök magamnak, és nevetek a hülyeségeiken. Most éppen egy autópályán megyünk, uraim, úgyhogy nagyon jó lesz. Bizonyosok, blokkok, fák, mondom, uraim, a többi a következő falunál. Én vagyok, én vagyok, most éppen autópályán megyünk, nézzük hátra fele nézetet. Uraim, nagyon gyorsan megyünk, nagyon gyors irányba, és innen hátra olyan jó itt az egész itt hátulról, olyan hangotos, hogy nem is igaz. Innen balról a B-táj, jobbról pedig ilyen kis hegy, kis domb, és ilyen tele van ilyen fákkal, és nagyon szép zöld, és van ilyen beton, ha még megyünk, ez egy autópálya akar lenni, na, jöjj már arra. Ez egy autópálya akar lenni, uraim, átmentünk egy hídon, a híd alatt pedig valamilyen folyó van, vagy valamilyen növények, nem tudom, nem biztos, hogy fogó, és akkor itt vannak ilyen bóják, amik nem szabad előzni, ezek azért vannak, de már vannak emberek, hogy kerülöztek miatt, és vannak ilyen izék, ahol nézik az emberek, hogy milyen gyorsan mennek. Kocsi meg ott ment, de jó neki. Itt egy négy dömű trabant. Úgyhogy ez már ez van máma. Itt lehet 100-zal menni. 147,8 km-t mentünk. 7 óra 23. De viszont de anya, azt mondja anya, hogy nem érjön meg a négy dömű trabant, ugyanakkor, mint ez, de viszont négy ütem. Igen, itt bokrok vannak, itt már nem is lehet átmenni a másik oldalon, mert már bokrok vannak. Előttünk egy ilyen dombocska, tele van fával, valamint 3 km még Pest. És a trabant már nagyon előre ment. Már 148,5 km-t mentünk. 7 óra 23 perc van, uraim. Még reggel van, kora reggel van. Uraim, elment mellettünk egy Audi. Kb. Megy vagy 120-a. Nem van, uraim? Ez van. 48, igen, akkor még siet 7 perchez. Oké, uraim, a következő megállomásra találkozunk. És jó napot! Jó napot, uraim! Itt vagyunk Pesten. Budapesten vagyunk máma. Igen. Egy mi van? Hungária körúton vagyunk. Igen, uraim, kell, hogy Nem kapcsoltam gyorsan, mert már venni kellett volna már az egész Budapest, amire ide érünk. Nagy dugóba érkeztünk, most éppen piros van, és keresünk egy térképet, meg egy WC-t. Persze, de hát az nincsen, még mindig. Nagy dugóba vagyunk, igen, azt mondja, hogy van itt egy mellettünk egy hogy hívják? Teherautó, hátul meg a teherautó, előttünk teherautó, nagyon van. Körbe vagyunk zárva. Menjém ez az adás, milyen gyorsan ment. És egy ruszki volt ez is. Itt is van a kocsik, ilyen szép üzéház, itt van, ilyen üveges, ez ilyen Samsung. Tesco, aztán a légvégre, meg az. Ez a hülyeség. Körbe vesz a természet. Még itt ilyen buszállomások vannak, van itt egy templom, meg van ilyen lekopott ház.